Üdvözlet mindenkinek! 2023. 4.-15-én ez a különös dolgok itt az infobaba.hu weboldalon. Ezután néhány érdekességet szeretnék megmutatni az új világrendel kapcsolatban, mik a legújabb fejlemények, vagy legalábbis azok közül néhány. Ez kapcsolatban lesz a Trilateral Commission-nál ami magyarul nagyjából három oldalú bizottság, vagy trilaterális bizottságnak fordítható, ez az egyik szervezet, melyen keresztül az elit a világot a háttérből vezénylés kormányozza. Érdekes dolgok hangzottak el, ugyanis az új világrenddel kapcsolatban, illetve igyekezni fogok még néhány rövidebb videót is belesűríteni ebbe, Mielőtt nekivágunk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Beszéltem én sokat már korábban a régebbi videókban az úgynevezett geopolitikai sakjátsmáról, ami a világban zajlik. Ezt egyszerű megérteni, geo az olyan, mint földrajzi, területi, a politika azt mindenki talán ismeri, szóval ez egy ilyen földpolitikai, földrajzi politika. A sakjátszma pedig arra utal, ahogyan az országokat, illetve a diplomáciai kapcsolatokat manőverezni kell az egész világ felszínén annak érdekében, hogy a világ vezetői elérjék végül azt a kívánt eredményt, amit úgy ismerünk, hogy egy új világrend, vagy az új világrend. El fogunk látogatni most a One India News csatornára, aminek 817 ezer feliratkozója van, és arról beszél, hogy Subramanian Yashankar, ő az indiai külügyminiszter, az új világrendről beszél, hogyha valaki esetleg nem látná, a videó címe is ez, de a leírásban is szerepel, hogy Yashankar, az új világrendről beszél. Ez az, amit meg akarok mutatni, hogy mit is mondott, csak röviden, mert maga bejátszás is rövid egyébként néhány másodperc. External Affairs Minister S. Jaishankar advised the European countries on the new world order, the Ukraine war and the Chinese challenge and apprised that they need a wake-up call to understand the shaking up of the international order. Nem tudom, elcsípte mindenki, de az új világrendről beszélt, Shankar. Az új világrendről adott tanácsot az európai országoknak, beszélt az ukrán háborúról, War and the Chinese challenge. illetve a Kína által támasztott kihívásokról. And that they need a wake up call to understand the shaking up of the international order. Ez egy felhívás arra, hogy a világ meg fog változni. A nemzetközi rend, ahogy ő fo fogalmazott ugye az International Order, a nemzetközi rend, illetve egy új világrend van kialakulóban, és figyelmeztet Európát arra, hogy meg fog változni az ő szerepük, illetve a hozzáállásunknak meg kell változnia. Reported by Press. In an interview with the Australian publication, he said, Europeans Nem is csak egy figyelmeztetés volt, hanem bizonyos értelemben szerintem oda is szúrt az európai országnak, amikor azt mondta, hogy most már jó lenne, hogyha nem mások gondoskodnának a problémáról, ami kialakul, hanem az európai országok jobban odafigyelnének erre. Röviden ide megmutatnám jelenések könyve 13-as fejezet első verse Ládék egy fenevadat feljönni a tengerből, melynek hét feje és tíz szarva volt, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak a neve. Ez a szarv, ez az írásokban igen gyakran hatalmat jelent. Hatalmat jelent olyan értelemben, hogy a küzdelemre használja fel az állat. Minél nagyobb a szarv, annál nagyobb a hatalom, és annál nagyobb az erő, ez a tíz szarv így, nem azt mondom, hogy ez jelenti, de hogyha csak egy kicsit belegondolunk ebbe, lehetséges, hogy egyfajta új világrendről beszél, ami létrejön az emberiségből, a tenger ugye embereket jelent, ezt majd megnézi mindenki, aki akarja, és ez a 10 szarv, ez 10 ilyen regionális központ vagy hatalom. És csak most gondolkoztam el ezen, hogy de 10 regionális központtal könnyen lehet, hogy az egész világot meg lehet oldani. És megkockáztatom, hogy már most ez a hirtelen felemelkedése Kínának, Indiának, illetve Oroszországnak, Európával és az USA-val szemben, valamint az afrikai ellenállás, mert az ott is van némi ellenállás Afrikában, már azt készíti elő, hogy ez a tíz regionális hatalom hogyan fogja a világot szervezni és uralni, és ez a szarvain volt a tíz korona, ami azt jelenti, hogy lesz tíz fejedelem vezeti, bocsánat ezt, a, ezt az egész világot. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig.